Sokan azt rótták fel a tiltakozóknak, hogy a tüntetésüknek nincs konkrét célja. Mára kiderült, hogy ez nem így van, mint ahogyan a megmozdulásukat is a közösségi oldalon szervezik, ott jelentették meg a követelések sorát is. A nap folyamán a szabadkai, az újvidéki és a belgrádi tiltakozó egyetemisták megfogalmazták követeléseiket, amelyek megegyeznek. Emellett az újvidékiek a következőket is követelik. Mi mindenek előtt azt követeljük, hogy a teljes hatalmi struktúrát menesszék, szabadítsák fel a sajtót a párturalom alól, állítsák vissza a fizetések és nyugdíjak összegét, és ne veszélyeztessék többé a polgárok szociális és gazdasági lehetőségeit. De természetesen teljes egészében támogatjuk a szabadkai és a belgrádi követeléseket is. A követelések a következők: a köztársasági választási bizottság tagjainak leváltása, az alkotmánybíróság döntésének semmi bevétele miatt, az elektronikus műsorsugárzókat szabályozó testület tagjainak a leváltása, mert nem reagáltak a több száz feljelentésre, Maja Gojkovics házelnök leváltása a parlament munkájának felfüggesztése miatt, a szerbiai RTV fő és felelős szerkesztőjének és az informatív műsorok szerkesztőjének a leváltása, a hatalom favorizálása és a jelöltek aránytalan bemutatása miatt, a választások megismétlése, a vajdasági RTV fő és felelős szerkesztőjének leváltása, valamint a választói névjegyzék felülvizsgálása és időszerűsítése. Úgy gondolom, hogy nem egy terrorállamba kellene, hogy éljünk egy ember hatalma alatt, ami még a 90-es években megkezdődött. Akkor is kimentem az utcára, most is ki fogok menni az utcára, hogy ez ellen harcoljak. Pascal Tucson. Akkor traj dužu nedelju dana, onda biće nešto. A tiltakozás mindaddig folytatódik, amíg nem teljesítik a követeléseiket. Ma este 6 órától gyülekeznek a tiltakozók a gimnázium utcában, ahol nemrégiben lefestették a világhírű street art művész Remed falfestményét, de még mindig nem tudni, kinek a rendeletére. A belgrádi tiltakozók nevében Nemanja Milosavljevic tette közzé, hogy a megmozdulások mögött nem szervezetek, hanem elégedetlen polgárok kezdeményezése áll, és felszólította a résztvevőket, hogy ne kövessenek el rendbontást.